Az ázsiai részvények is zuhanni kezdtek csütörtökön, miután az amerikai piacok szerdán több milliárd dolláros veszteséggel zártak. A befektetők aggódnak a globális kereskedelmi háború és a politikai konfliktusok miatt. A lavinát pedig az indította, hogy több nagyvállalat a vártnál gyengébb harmadik negyedéves jelentést tett közzé. Ez a piaci elemző arról beszél, hogy szerintük sokkal inkább korrekciónak tűnik ez a folyamat, és nem tartanak attól, hogy mindenki elkezd megszabadulni a részvényeitől. A korrekció azonban várhatóan globális lesz, vagyis eléri az európai piacokat is.